a gyors ismétlés, hogy tulajdonképpen miben is gondolkodunk, az egyediségünk, együttességekben való létezésünk és az egyetemes voltunk, ebben gondolkodunk, és a múlt alkalommal szót ejtettünk egy elgondolkodtató jelenségről, ez pedig az, hogyha elfogadjuk azt, amit azok a kutatók mondanak, akik az érték kutatásokat végzik, és azon töprengenek, hogy vajon mindannak, amit így nevezünk meg, hogy érték az életemben, annak mi lehet a hátterében. Akkor ma közkeletűen azt halljuk, hogy az értékeknek a hátterében alapvető emberi szükségletek állnak. De az, amikor már azt mondjuk, hogy érték, nem egészen nyilvánvaló és egyértelmű sok esetben, hogy az értéknek a hátterében akkor valamilyen egyedi, valamilyen együttességből, tehát valamilyen társas vonatkozású, vagy valamilyen egyetemes szükséglet áll, és hogy pontosan mi is az. De hogy amilyen magasztosak tudnak lenni az értékeink, annyira nyilvánvalóan a létezésünknek a gyökeréig érnek, tehát szükséglet alapúak. Ezt mondják ma az értékkutatók többé-kevésbé. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt van három oszlopunk. Persze nagyon egyszerűen, hogy tudjunk róla beszélni. Az egyediségre vonatkozó szükségleteink, az együttes, a társas vonatkozásból adódó szükségleteink, és az egyetemes emberi szükségleteink. És nyilván akkor a szükségletekből értékek fognak fakadni. Na de ha már azt mondjuk, hogy itt értékek fakadtak, az értékeket nyilván igyekszünk majd megőrizni. Azoknak teret adni, azokat megóvni, azokat kibontakoztatni. És már is ott vagyunk az erkölcsnél, és ott vagyunk a jogalkotásnál. És aztán természetesen, hogyha építjük tovább ezt a három világot, akkor nyilván tehát szükségletek, értékek, erkölcs, jogalkotás, és nyilván aztán beszélhetünk az ahhoz kapcsolódó sajátos spirituális vagy vallásos magatartásformáról és életről. De ez így akkor három egymástól különálló kupac. Nyilván nem így van, de képesek vagyunk az egyoldalúságra. És ez volt az, ami a múlt alkalommal nekem legalábbis fontos volt, hogy ezt elmondhatom nektek. Hogy becsületbe tarthatjuk, vagy megbecsülhetjük az egyedi szükségleteinkből fakadó értékeinket, és ezekből az értékekből fakadó erkölcsiségünket, és az arra vonatkozó spirituális életünket, de a második kupacot is értéknek tarthatjuk nyugodtan, és a harmadikat is. Csak hogy ahogyan az életet éljük, ez nem így szokott történni. Hanem keresztül kasul, éppen ahol állok, nagyon szívesen a másikat, nemhogy nem értéknek látom, hanem fenyegetőnek tartom az én kupacomra nézve, ami az én legfontosabb kupacom, és azután pedig nagyon könnyen azt mondom egy másik világnak az értékességére, vagy erkölcsiségére, vagy spirituális gyakorlataira, hogy hát az tulajdonképpen értéktelen, akár egészen, hogy erkölcstelen. Ezért de nagy dolog lenne, hogyha képesek lennénk ezt a három világot, ami persze valamiképpen bennünk valahogy együtt van, de nem biztos, hogy eléggé tudatosan és kimunkáltam. És példának nem tudtam mást hozni, mint a saját tapasztalásomat arra vonatkozóan, hogy milyen sok kritikát kapok az egyház berkeim belülről, hogy túlságosan is szinkretista vagyok. Ugye ezt nagyon könnyű valakire rásütni, szinkratista, összekeveri kutyújait a vallásokat, innen is idéz, meg onnan is, és ez már is rettenetes az együttesség világában állva. És én hiába mondom, hogy nem szinkretizmus, csak egy picit az egyetemesség világából nézzünk, gazdagodjunk, az is nagyon szeretek ott is állni. Ha valaki csak itt áll, és falak vannak jobbra-balra, azt mondja szinkretista. Másfelől, akkor elmegyünk az egyediség értékelésére, hogy individuumok is vagyunk, és ez nagyszerű dolog. Akkor pedig rám sütik azt, hogy individuális vagyok, vagy különc vagyok, vagy nem vagyok elég, nem tudom én micsoda. Nagyon sok mindent sütnek rám.
pedig sokkal jobban szeretném, ha sütnének nekem. Világ sokkal jobb lenne, nem sütögetnénk egymásra dolgokat, hanem sütögetnénk egymásnak dolgokat. És nyilván aztán pedig, hogyha valaki nagyon az individuális világában áll, vagy az egyetemesség talaján, akkor az pedig értetlenül néz rám, és azt mondja, Feri, egyszerűen nem értem, te hogy vagy még katolikus? Miért vagy te még keresztény? Mit kereselte az egyházban? Mit kereselte plébánosként egy egyházközségben? Hát így. Na, ez akart a nagy összefüggésünkkel kapcsolatos bevezető vagy hangolódó lenni, mert ezt nagyon-nagyon izgalmasnak tartom. Aztán beszéltünk a társas dilemmáról, és a társas dilemmának az utolsó pontjait mondtuk el, amire már alig-alig maradt idő, minden esetre két pontot hadd idézzek föl, hogy a társas dilemma lényege, hogy az egyes ember és a csoport közt van valamilyen viszony, és a dilemma úgy néz ki, hogy ha én csak az első kupac tetejére állok, és azt mondom, saját érdekem, egyéni szükségletem, individuális világom, akkor ha én a csoporttal, közösséggel, vagy akár egyetemes értékekkel szemben hozok döntéseket, akkor lehet, hogy jobban járok egy ideig. Vagy akár egy-két nemzedék is jobban járhat bizonyos szempontokból. De aztán ez oly mértékben tönkreteszi az együttességek világát és az egyetemesség világát, hogy az előbb-utóbb kihat az egyes emberre és az individuumra és arra a világra. És ma ugye ezt látjuk. És ezért hoztunk 20 pontot, hogy a társas dilemma hogy és mi által volna vagy megelőzhető, vagy megoldható, hogy képesek legyünk az együttességnek teret adni, sőt elsőbséget adni, azért, mert az jó hatással van az egyes ember életére nézve is. És itt nyilván mondhatnánk egy nagyon egyszerű sort, hogy mikor az első kupacban állok, azt mondom, szeretnék boldog lenni. Azt tőlem ne vitassa el senki. Én, az én boldogságom, én életem, én boldogság, én élet. És ezt nyugodtan szabad megőrizni. Nem kell rögtön kritika alá vonni, mikor átlépünk egy lépéssel, és az együttességeknek, a közösségnek, a csoportnak, vagy egy nemzetnek a talaján állunk. Akkor egyszerűen csak egy picit tovább gondoljuk, és azt mondjuk, hogy őrizhetném meg a boldogságra irányuló törekvésem, és azt, hogy nagyon fontos, hogy boldog legyek, hogy közben ez másokat is tudjon lehetőleg boldogságra segíteni. Sőt, akkor rájövök arra is, hogy jaj, hát a boldogságra nem is lehet egy az egyben irányulni, hogy az ember nem tud közvetlenül arra törekedni, hogy boldog legyen. Hogy, ha ezt valaki nekem megtanítja, hogy lehet egyedül ülni egy szobám, és boldog akarok lenni, most szeretnék boldog lenni, most jöjjön. Ezt hogy, tehát tényleg, ezt valaki nekem megmondja, ezt hogy kell csinálni úgy, hogy magamra irányulok, és így vagyok boldog, hát ez csoda. Hát a boldogság általában valaminek a következménye, és minek a következménye, úgy egyébként a fölismerjük éppen annak, hogy más emberekkel egy kielégítő, megfelelő kapcsolatban tudok lenni. Vagy, ahogy Csíkszentmihályi Mihály mondja, hogy egy önfelett alkotó tevékenységben vagyok, vagy szemlélődésben vagyok, vagy valami. Tehát így jó, lezárom magam, ez vagyok én, az én boldogságom, ez általában boldogtalansághoz vezet. Tehát akkor szó sincs róla, hogy probléma lenne azzal, hogy boldog akarok lenni, csak rájövök, hogy ez milyen mélyen bele van ágyazva az együttességek világába. És utána itt sem állok meg, mert pontosan tudom, hogy létezik olyan, hogy csoportközi konfliktus, hogy legyünk mi boldogok, és ők meg degeljenek meg. Ez a csoportközi konfliktus magyarul. Hogy akkor léphetek egy picit tovább, és azt mondom, na akkor egyénileg és a kapcsolataimban és a csoportjaimban azt az irányát és azokat a módjait keresem a boldogságomnak, amelyek nem zárják ki minimum, jó esetben még hozzá is járulnak más csoportok, illetve minden ember boldogságra való törekvéséhez. Ugye milyen primitív? Most dühösek vagytok rám?
ezért jöttünk ide, hogy ilyen egyszer egyet magyarázzon nekünk. De mégiscsak jó leső nekem kimondani ezt a nagyon egyszerű gondolatmenetet. Tehát egyikről se kell lemondani. Nem kell azt mondani, hogy csak ez vagy csak az, hanem egyszerűen csak összefüggésbe kell hozni. És rájövünk, hogy létezik egy olyan út, ez a három összefüggésben van. És boldogság itt, boldogság ott, és boldogságam ott. Nem szép. Szerintem menjünk haza. Gyakoroljunk. Akkor van még egy esténk. Na, két dolgot szeretnék még a 20 pontból fölidézni, hogy a társas dilemmák hogyan oldhatók meg. Volt egy ilyen pontunk, hogy a halandóság belátása, annak tudatossága és tudatosítása, hogy meg fogok halni. Hogy ez segít a társas dilemmák föloldásában. Ahogy a német mondás mondja, valahogy szabad fordításban, az utolsó nadrágnak nincsen zsebe. Oda már begyömöszölni nem lehet semmit, és hogy egy kedves édesapa mondta a serdülő lányának a kérésére, hogy apa, apa, mondd meg nekem, hogy mi az, ami valahogy örök érvényű, amit az embertől nem lehet elvenni. Mert megtapasztalta, hogy volt valami, és elvették tőle. És azt mondta, édeslányom, két dolgot nem lehet elvenni, de ezt már mondtam, tehát nem ismétlem el. Erről eszembe jutott, most ültem egy csoportba, segítők voltak, el fogom mondani, na. Segítők voltak, és Németországból jött egy pszichoterapeuta, pszichiáter, pszichodramatikus, mindenféle pszichó volt benne, és akkor ülünk, és azt mondja, hogy hát nyilvánvaló, hogy akik itt ülünk, hát mindannyian egy jó szándékkal vagyunk, és jó szándékkal a klienseink felé, meg akik hozzák jönnek, meg ebben a csoportban, és nyilvánvalóan nem vagyunk gonoszak. Mert az egyik csoporttag rám nézett, hogy a Ferinél nem biztos. Na, szóval ugye az édesapa azt mondja, hogy két dolog van, lányom, ami nem vehető el tőled, akkor is, ha az utolsó gatyádnak nem lesz zsebe, lányoknak szoknya, vagy ahogy tetszik. Azt mondja, ami a szívedben, meg ami a fejedben van, az megmarad. Az összes többi? És milyen érdekes, hogy ami az ember fejében vagy szívében van, azt nem tudom, hogy az olyan-e, amiért szoktunk másokat gyilkolászni. Valahogy nem az a természete. És akkor, hogy ámuljunk egy picit, Csíkszentmihályi Mihály, nem véletlenül mondtam a flót, körülbelül egyharmad oldalt hagy olvassak föl a Fejlődés útjai című könyvéből, a harmadik évezred pszichológiája, egy szerény cím, olvasható itt. Ebből is látszik, hogy van benne áramlás bőven. És ez már is tetszik. Azt mondja, jelenlegi ismereteinken túlmutató hitre van szükségünk ahhoz, hogy hinni tudjunk a jövendőben. Sokan nem képesek erre a lelki fejlődésre, és nem tudnak kitörni hitetlenségükből. Létezik azonban a hitnek egy forrása, amihez nem kell nagy elhatározás, és a valósággal sem kell megalkudni. Egyszerűen hihetünk abban, hogy hozzá tudunk járulni az élet komplexebbé tételéhez. Árnyaltabbá, gazdagabbá, három kupac együtt. Azért félünk a haláltól, mert túlságosan azonosulunk az énünkkel. Minél több pszichikus energiát szentelünk az egyéni céloknak, nem törődve a tágabb érdekekkel, vagyis minél több figyelmet fordítunk a differenciálódásunkra anélkül, hogy integrálódnánk, annál félelmetesebbnek tűnik az egyén elmúlása. Ha azonban jobban azonosulunk az evolúcióval, a komplexitás növelésének folyamatával, akkor a halál fenyegetettsége tompul. Erről ennyit. És aztán még a picit az ismétlés, a 19. pont így volt, az egyéni szintű empátiát meghaladó, felülmúló szándék és jó akarat,
hogy a csoport, mint egész részesedhessék a különböző javakból. És itt már nem olvastam föl a regulát, de hogy tegyem ezt meg? Ugye, hogyha az egyediség világában vagyunk, akkor nyilván azt mondjuk, hogy kedvezni magamnak és a szűkebb családomnak vagy rokonságomnak az óriási érték. De egy kicsit tovább lépek az együttességeknek egy tágabb világában, akkor már is meg kellene haladnunk ezt a fajta morált. Én nem vitatom el, hogy létezik a magát kizárólag individuumnak látó embernek a morálja, az erkölcsisége, hiszen értékeket valósít meg, akkor ott valami erkölcsiségnek is lenni kell. Az ő szabadsága, az ő döntései, az ő önmegvalósítása, az ő kiteljesedése, nagyon szép érték. Igen ám, de az ebből fakadó erkölcsiség rettenetes következményekkel jár a csoportokra, közösségekre, intézményekre nézve. Erről ugye nem kell beszélni, hogy ezt mi hogyan tapasztaljuk most a saját bőrünkön. És mit mond 1500 évvel ezelőtt Szent Benedek? Most már átveszem jobb kezembe a mikrofont. Ezt mert így mondja. A monostorban senki nem merészelje a másikat védelmezni. Nagyon kell arra ügyelni, hogy a monostorban nem merészelje az egyik szerzetes a másikat semmiféle okból védelmezni vagy oltalmába venni. Még ha közeli vérrokonság fűzné is őket egymáshoz. Ezt semmiképp se merjék megengedni a szerzetesek maguknak, mert ezzel alkalmat szolgáltatnak a legsúlyosabb botrányokra. Ha valaki ezt a tilalmat megszegi, kapjon büntetést. 1500 évvel ezelőtt. Mennyire nem nekünk kell föltalálni a spanyol viaszt. Kicsit megijedtem. Így most akkor azt hiszem, hogy érdemes volna lezárnunk a társas dilemma taglalását, és hogy mi az, ami segít bennünket, hogy a pusztán egyedi világunkból kilépjünk, és a másik két kupaccal is valamit kezdve egy másfajta értéktudatra, értékorientációra, erkölcsiségre, spirituális életvitelre is rálássunk. Én nem mondom, hogy bármit csinálni kell, csak hogy rálássunk úgy elsőre, hogy jé, ott is vannak érdekes dolgok. És akkor így, ahogy ígértem nektek, hogy most nézzük meg, hogy ha valaki a legegyszerűbb helyzetet mondom, amiben nagyon jól előjönnek a kutatásoknak a tapasztalatai, ha valaki rászánja magát, hogy egy terápiás csoportba menjen, vagy legalábbis egy terápiás hatású csoportba menjen, egy önismereti csoportba elmenjen, akkor mit mondanak a grandiózus kutatások arról, hogy ha valaki odaadja magát a csoportnak, akkor a csoport mit ad neki? Most nézzük akkor meg, hogy hogyan érdemes a magát individuumként állító valakinek, aki azt mondja, hogy az én egyediségem egy óriási érték, odaadni a magát egy csoportnak, hogy az alapján aztán az ő egyedi élete sokkal-sokkal teljesebben bontakozzon ki, mint hogyha megmarad magának, és él magáért. Ez egy elég nagy kutatás volt. Már sok évtized tapasztalat után a kutatók a következőt gondolták ki, a segítő, vagy terápiás, vagy gyógyító hatásait és elemeit a csoportnak, a terápiás csoportnak 10 nagy csoportba osztották, ezeket majd szeretném elmondani nektek, és a 10 nagy csoportból mindegyik csoportra vonatkozóan kitaláltak 6 mondatot, ami arra a csoportra és annak a csoportnak az értékére vonatkozik, és azt kérték a csoporttagokat, hogy a csoport befejezése után 1-től 60-ig számozzák be, hogy mi volt nekik a legjobb és legfontosabb. Úgyhogy amit most elmondok, az egy jó nagy kutatásnak az eszenciája, csak az első 10 legfontosabb nyereségét fogom elmondani annak, hogyha valaki hajlandó odaadni magát egy csoportnak.
hogy akkor ő mit profitál majd abból, ahogyan a terápiás csoportokba járó tagok látják. Az első, hogy az énem addig ismeretlen, vagy elfogadhatatlan részeit fölfedezhetem, és elfogadhatom. Tehát az énem addig ismeretlen, vagy elfogadhatatlan részeit fölfedezhetem, és el is fogadhatom. Ez óriási élmény tud lenni. Rögtön hozok saját élményt. Múlt héten egy 3 napos csoportban voltam, ahol ez a német pszichó bácsi ült, és vezette a pszichócsoportot, és egy nagyon érdekes feladatot adott nekem, meg a többieknek is, különböző módszerek segítségével találjuk meg, hogy a segítő identitásunk miből forrásozik. Munka, munka. És a következőre csodálkoztam rá. Eszembe jutott az, ahogyan édesanyám és édesapám szólítottak egészen még apukám gimnazista koromban is. Ugye ez volt a megszólításom otthon, hogy picúr. Így hívtak, mert 2 kilóval születtem, aztán bevágtak több hétre az inkubátorba, életképtelen kis nyomoroncként próbáltam az életben maradni, és ezért aztán ez szüleimre oly nagy hatást gyakorolt, hogy elneveztek picúrnak. És akkor láttam, hogy na itt vagyok én, a segítő identitásom egyik alapja, hogy picúr vagyok. Nyomorult, szinte életképtelen nyamvadék. De van-e itt valami más? Gondolkodtam, és rájöttem, hogy van. És ezt rögtön meg is osztom, mert tulajdonképpen ez volt az igazán nagy élményem. Rájöttem, hogy miközben picúrként a nem létező szobám sarkába ücsörögtem, mert hát olyan nem volt, saját szobám nem volt. De minden esetre a szoba sarkába ücsörögtem, és mivel töltöttem az időmet picúrként? Már belegondolni is jó, grandiózus fantáziáim voltak. Kis vakarcsot fekszik, ott ül, na de a képzelő erő. Ha. És akkor rájöttem, hogy nem csak a picúr volt ott, egy pici nyamvadék, ugye, hanem volt ott valaki, és eszembe jut az, ahogyan már ugye 6 éves koromban úszó óvodába jártam, majd 7 éves koromtól atlétizáltam. Amíg a többiek a Vinettut olvasták el 4-szer, én megelégettem egy elolvasással is, és a következő könyvem inkább az Olimpiai Bajnokok Története című mű volt, amit 9 évesen kezdtem el olvasni, és azt hiszem 20-valány évesen olvastam el utoljára. És ott be kellett látnom a múlt héten, hogy tulajdonképpen a kisebb rendűségi érzéseimmel és a reggeteg és rettenetes szorongásommal együtt, azzal, hogy teljesen izoláltan éreztem magam a családban, mint hogyha egy külön bolygón lennék, aközben a fantáziálás hogyan segített a túlélésben. A fantáziálás nem is akárhogyan segített, mert én olimpiai bajnok akartam lenni. Volt ott tehát akkor egy picúr, egy kis nyomorult, és aztán volt valaki, aki azon fantáziált, hogy olimpiai bajnok lesz. És nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert miközben ők erről semmit sem tudtak, aközben adtak egy óriási lehetőséget. Ez pedig az, hogy elvittek, hogy sportoljak. És ezért a fantáziáim nem maradtak meg a fantázia szintjén, hanem elkezdtem napról napra, hétről hétre, hónapról, évről évre edzeni. Edzeni. És ennek az lett a következménye, hogy a sporton keresztül és a test művelésén keresztül egyszer csak kezdtem kijönni a szorongásaimból. Ó, már nem éreztem magam annyira kisebb rendűnek, tehetetlennek, picúrnak, lehetetlennek, alkalmatlannak, bénának, szerencsétlennek, körömrágósnak és szorongónak, mert ez mind voltam, hanem egyszer csak valami abból a
grandiózus fantáziából kezdett megvalósulni. Akkor egyszer csak ott álltam már egy dobogón, én is aranyérmet kaptam. És a többi, és a többi, és a többi. Azért volt fontos nekem a múlt hét, hogy egyszerű csoporttagként rácsodálkoztam valamire, ami eddig előttem sohasem állt olyan értékként, ahogy most rájöttem, hogy az érték. Ez pedig a gyerekkori fantáziálásom. Rájöttem, hogy micsoda kincs volt abban, hogy én gyerekként azon álmodoztam, hogy én egyszer olimpiai bajnok legyek. Ugyanis, ha nincs ez az álom, nincs az álmodozás, akkor most is körömrágó, szorongó fiatalember lennék. A fiatal az nem igaz. És ki tudja, hogy hol lennék. Milyen sokat köszönhetek ezeknek a fantáziáknak. És milyen érdekes, 43 évesen jövök arra a gondolatra rá, hogy ezek nem szalonképtelen dolgok, vagy hát ezt hagyjuk is, meg szoktatok egymásnak beszélni a grandiózus gyermekkori fantáziáitokról, vagy szégyellitek? Ó, hát én rájöttem, hogy ezek nagyszerű dolgok, és milyen sokat segítettek az életemben. De nyilván fontos volt az, hogy valami ezekből a fantáziákból realizálódni tudott. Különben ehhez, a fölismeréshez csoportra volt szükségem. Egy nagyon jó csoportra. Jó segítőre, jó vezetőre, és egy jó csoportra. És ezért ma boldogabb vagyok, mint egy hete. Sikerült egy én részemet integrálni. Ha, nagyszerű. A szombaton, amikor vége lett ennek a háromnapos csoportnak, elmentem egy előadást megtartani valahol, és mondtam, elmondtam ezt a friss élményemet, mert budjant ki belőlem, mint a csuda, alig vártam, hogy valahol elmondhassam példaként. És akkor ugye nagyon beszéltem a szégyenről, hogy valami, amit nem mondunk el, nem, olyan én rész, ami titkos, ciki, letagadásra érdemes, méltó, nem szalonképes, nem elfogadható, ó, egyszer csak valahogy nem, hogy vállalható lesz, hanem érték. És erre jelentkezik valaki a csoportba, és azt mondja, ó, Feri, az semmi. Ugye hát ezek, szeretem ezt, gondoltam, valami érdekes dolog jön, és jött is. Azt mondta, te ilyesmit szégyeltél? Az illető egy 35 éves több gyerekes anyuka, és azt mondja, én szombaton bepisiltem. És elmondta ennek a történetét, hogy mire jó egy csoport. Ugye, belőle is kibudjant. Minek? Tokoljuk, zárjuk, szégyeljük, nem tudom, mit csináljunk ezzel az élet eseményünkkel. Ezt tudod, Feri, de te mondtad, tudjátok, az úgy volt, hogy a lányomnak, a nagy lányomnak, aki nagyon szeret futni, megígértem, hogy együtt lefutjuk a félmaratont. És akkor a lányom azt kéri tőlem, de anya, mi lesz, ha majd pisilnünk kell? Futunk ott a betonon, és hát nincs pisilde. Hogy akkor hogy fogjuk megoldani? És akkor azt mondja az édesanyja, 30-valány éves, oj, lányom, hát tudja, már akkor bepisilünk. Csak úgy zárójelben mondom, a maratoni futók tényleg beszoktak pisilni, ha éppen úgy adódik. Hát értitek, egyéni csúcsér futók, vagy hogy én legyek a párosi maraton győztese, nem csak bepisilnek. Most hogy mondjam, kezd burjánozni a történet, gazdagodni, de ez csak annyit, most egy másik történetre átugorva, van egy nagyon jó maratoni futó barátom, több mint 20 éve vagyunk barátok, ő mesélt nekem először erről a jelenségről, és azt mondja, hogy hát ezt tudod, maratoni futók között ez teljesen természetes, a kaki is természetes. De azért az már nekem sok volt, mikor valaki befutott úgy, hogy tele volt a gatyája, meg mindenhol, és nem ment el zuhanyozni, hanem ott récselt a többiekkel. Na azért az már nekem is egy kicsit sok volt. Hát jó, fut, akkor fut, de azért ez. Na és akkor visszatérve erre az édesanyára,
futják a félmaratont nagy büszkén, ugye mennek az egyéni csúcs felé, és akkor egyszer csak az anya odaszól a lányán a futás közben, te nekem kell. És erre a lány ugye teljesen ösztönösen rám, és azt mondja, anya, ígéret szép szó, te mondtad. És hát egy jó anya, elég jó anya, megígéri a lányának, hogy bepisil, hát akkor bepisil. És tényleg megtörtént, most valamikor. Szóval a történetem a szégyenről, hogy az életemnek olyan eseményei vagy részei, az önmagamról alkotott képnek olyan részei, amelyekre azt mondom nem szalonképes, azt mondom nem kimutatható, megjeleníthető, büdös, hogy az egy csoportban hogyan válik elfogadhatóvá, egyáltalán kimondhatóvá, elfogadhatóvá, jelenvalóvá. És... Tehát ez volt az első pont, hogy énem addig ismeretlen vagy elfogadhatatlan részeinek fölfedezése és elfogadása másokon keresztül, mások révén, mások által. A szégyenből egyedül nehéz kigyógyulni. Rengeteg szégyent hordoz mindenki. A szégyennek éppen az a lényege, hogy elrejtem, magam pedig elrejtőzök. De akkor a gyógyulás épp azáltal van, hogy előhozhatom, hogy megmutathatom, és te szeretsz így is. Tehát például a szégyenből nehéz egyedül kigyógyulni. Megint csak, ha valaki tudja, hogy kell csinálni, szóljon. Kettő. Képes legyek elmondani azt, ami zavar, és ne folytsam magamba. Hát ha odaadom magam egy csoportnak, akkor meg tudom tanulni azt, hogy képes legyek elmondani, vagy kifejezni azt, ha valami zavar, és azt nem egy életen keresztül mindig magamba folytani és zárni. Ott ültünk múlt héten ebben a csoportban, és a csoportvezető egy nagyon aktív valaki volt, állandóan székeket hozott, vitt, szerepcsere, szerepjáték, így szék, úgy szék. De amikor elkezdtünk beszélgetni, engem rettenetesen zavart, hogy ülünk egy körben, egymással beszélgetünk, és középen egy csomó szék van. És milyen jól esett azt mondani, hogy vigyük már ki ezeket a székeket, mert engem zavar abban, hogy szabadon áramoljon valami. És a csoportvezető fölállt, kivittük a székeket, és attól kezdve a következő napokon, hogyha valami megosztásos rész volt, és volt benn szék, akkor már teljesen automatikus a csoporttagok fölálltak, és vitték ki a széket. Egyszerűen azért, mert jó indulatúak voltak velem. Mert én azt mondtam, hogy engem az zavar. És ő nekik nem állott semmiből, 10 másodperc, míg fogjuk a székeket, és kivisszük. Ide ténylegesen emlékszem jó pár évvel ezelőtt, milyen sokat példáloztam ezekről a legegyszerűbb dolgokról, hogy vagyunk egy társaságban, és nem merünk kimenni a WC-re. Csak kibírom, jó, már csak fél óra. Ezért is fontos, hogy tudjuk, hogy mennyi idő van. Emlékeztek? A struktúra nagyon fontos. 9-től 11-ig. Akkor tudjuk, hogy bírni fogjuk-e, vagy nem. Hogy melegen van, vagy nincs, hogy nyissunk ajtót, vagy ne, hogy kényelmesen ülök, vagy nem. Hát elemi tapasztalatom olyanoknál, akik a legegyszerűbb dolgaikat nem tudják kifejezni és kimondani, hogy leülnek egy olyan székre, egy olyan helyzetbe, egy olyan valamibe, ahol nem lehet kényelmesen lenni. Nem, nem, jó lesz, jó lesz. Dehogy lesz jó. Hogy mennyire semmiből nem áll, tehát sokan vagyunk, fogjuk az asztalt, kivisszük középről. Mert nagyon szép a nappali azzal az asztallal, de most itt ülünk 10, és nem lehet kényelmesen ülni. És miért kéne 8 embernek az 16 lábát össze-vissza gabaítani? Azért, mert hogy ott van egy asztal. Megvan ez az élmény? Hogy elmész vendégségbe, és hát hogy mondjam, mint hogyha... Egy ilyen atomtámadásszerű változást idézni elő azzal, hogy azt mondod, hogy az asztalt nem lehetne egy kicsit odébb rakni. Hát mikor mondtatok ilyet utolja? Nem, nagyon kényelmes, de tök jól elférek, köszönöm. Hogy azért, mert nem te vagy a házigazda, nem lehet azt mondani, hogy nyissunk ablakot. De hogy nem mondjuk, ugye? Na most a legegyszerűbbeket akartam, a leg.
Tehát a második nagyszerű gyümölcse annak, hogy odaadom magam egy csoportnak, hogy megtanít engem elmondani azt, ami zavar, és megszünteti azt, hogy egyetlen dolgot tudok ezekben a helyzetekben, mint hogy magamba folytom. Harmadik pont. Nagyon sokat jelent ezekben a csoportokban, és ez értéksorrend is, tehát az első volt a legfontosabb a csoportagoknak, a harmadik helyen van, hogy mások őszintén elmondják azt, hogy mit gondolnak rólam. Hogy szoktunk ezért veszkődni, hogy valaki évente egyszer mondjon nekünk egy mondatot rólunk. Hogy hónapszámra nem kapunk normális, egészséges, tiszta, egyszerű, de méről fakadó jó szándékú mondatokat. Mi rólunk? Nem kapunk. Udvarias mondatot kapunk, beszólásokat kapunk, kritikus megjegyzéseket kapunk. De hogy ugye a mélységből valaki azt mondja, te, én ezt gondolom rólad. Vagy ezt gondoltam rólad. Mikor ezt mondtad, én ezt gondoltam rólad. Hogy végtelenül egyszerű mondatok univerzumokat nyitnak ki. És telefonokat aktiválnak. Emlékszem, kirúgtak a papnevelő intézetből, és akkor körülbelül 3 nap múlva már egy bibliadráma csoportban ültem. Az ember segítsen magán. És 1 hetes volt, fönn voltunk dobogókön, és hát kérdezték, hogy ki hogy van. Hát, ez egy jó, jó kérdés, és akkor elmondtam, hogy hát éppen 3 napja rúgtak ki, és hogy hát azt gondoltam, hogy pap leszek, és most meg fogalmam sincs, hogy mi lesz. De azt továbbra is gondolom, hogy pap leszek, de hogy lesz, azt nem tudom. És akkor azt kérte a csoportvezető, hogy jó, akkor mindenki azt, ami éppen benne van, azt szoborja meg. És volt nagyon sok gyurma, meg agyag, meg minden, és akkor én egy fatömböt agyagoztam, és hoztam, hogy a dobogókön voltunk, hoztam hozzá faháncsokat, és akkor rátapasztottam a faháncsokat, és lett egy gyurmából, meg faháncsokból egy kivágott fa szeletem. És azt mondom, ez vagyok most én, ki vagyok vágva. És ezt a fa valamit a háncsokkal, aztán körülbelül 10 évig ott tartottam az íróasztalomon, hogy hát lássam, hogy is megy az élet. És ennek a csoportnak a legvégén visszajelzéseket kaptunk. Nem kritikát, nem beolvasás, nem egyszerűen csak nézd, én ezt gondolom rólad, én így látlak téged. De nagy dolog ez. Ja, jön is a levegő. Hogy egyszerűen csak tudod, így éltelek meg. És akkor emlékszem, hogy ugye én ezt a szimbólumot viszem haza, hogy ki vagyok vágva. És akkor azt mondja ott valaki, Feri, én azt gondolom rólad, hogy neked van erőd. Ki vagyok vágva, és mégis van erőm. Hogy milyen hihetetlen sokat jelentett nekem valaki, aki azt mondta, Feri, én úgy látlak, hogy neked van erőd. Egy ilyen helyzetben. Pedig milyen egyszerű mondat. Nincs benne semmi. És azt is mondhatnám, hogy mit tudja ő, hogy van-e bennem erő. És azt is mondhatnám, ez a mondat őróla szól. De egy csoportban, mikor ott vagyunk egy héten keresztül, és figyelünk egymás, és odaadjuk magunkat a többieknek, bizony, hogy igenis, nagyon nagy ereje és súlya lesz annak, hogy valaki egy ilyen egyszerű mondatot mond. Feri, szerintem neked van erőd. Őriztek nagyon egyszerű mondatokat, amik életre szólóan megvannak, pedig olyan egyszerűek, mert valaki odaállt mellétek, és egyszerűen csak elmondta, tudod, én azt gondolom rólad, hogy. És emlékszem egy másik csoportban, akkor éppen krízisben voltam, csak úgy normálisan, és ott a csoportban nekünk csak volt egy zárókör, és ezt se felejtem el, egy nő volt, ez nagyon fontos, néha nagyon fontos, és akkor azt mondja, Feri, neked szép a lelked. És most fejeződik be a csoport. Még.
Szóval, hogy ezt a mondatot, ez volt 20 évvel ezelőtt körülbelül, vagy 15. És azóta hordozom, és hogy akkor például milyen fontos volt az, hogy ezt egy nő mondta. Ugye, az önismeretnek még ott az eleje felé voltam, és azt gondoltam, hát ha ezt egy nő mondja, az biztos úgy van. A nők szokták az ilyesmit tudni. Mi karcos lelkű pasik. Na de egy nő ilyet mond. Szóval most csak két mondatot mondtam, micsoda gyönyörű mondatokat kaphatunk. És azok hogyan éltetnek aztán bennünket. Nyilván lehetne negatív mondatot is mondani, majd mondok is. Lesz olyan pont. Negyedik pont, hogyha odaadjuk magunkat egy csoportnak, az segít bennünket abban, hogy megtanulhatjuk kifejezni az érzéseinket. Tudom, hogy nagyon közhelyszerű, amit mondok. Minden esetre hétfőn, minden hónapban egy fél napot egy csoportban töltök, ott is csoporttagként, látjátok, ezt nem fejezem be. Tehát csoporttagnak lenni nagyszerű dolog. Szóval ott vagyok ebben a csoportban, és ez egy speciális csoport, mert nem egyszerűen csak az érzések kifejezésére vállalkozunk ebben a csoportban, hanem a testünkkel dolgozunk. Egy speciális csoport, minden a testen keresztül. Nem szavak, hanem nonverbálisan test és test és test. És nagyon, ezt nagyon élvezem, mert legotthonosabban talán a testemben vagyok. Szóval az nagyon jó. Test, test, test. És hogy milyen jó volt az hétfőn, az tegnap délelőtt, hogy ott egy csoport keretein belül, ahol van védettség, és van bizalom, és titoktartás, és emlékeztek, amiket mondtam 2-3 alkalommal ezelőtt, megvan teremtve a struktúrája, a feltétele, minden, hogy ha valakivel kapcsolatban az érzésem az, hogy őt szeretem, akkor át lehet ölelni. Ha azt gondolom, hogy szeretnék valakivel gyöngéd lenni, megfogom a kezét. Ha valakivel szemben haragom van, és ezt szeretném kimutatni az agresszióban, akkor neki állok vele bunyózni. Neki is álltam, azóta fáj, itt 3 bordám. Képzeljétek el, van ott egy 120 kilós pasi, hogy ilyeneket miért vesznek be egy csoportba, ezt nem értem. És persze mindennek megvan az ideje, a közege, a feladata, ne úgy gondoljátok, hogy ez egy ilyen sokórás káosz. Minden esetre nekiálltam bunyózni ezzel a pasival, és volt egy pont, amikor úgy megunta, hogy én ott próbálkozom, és rám feküdt. Hát ez micsoda élmény, még sose feküdt rám 120 kilós ember. Hogy mondjam, életre szóló tapasztalat. Vagy hogy hogyan lehet egy csoportban a testen keresztül kifejezni azt, ugye van, hogy egy órán keresztül csak mozgás van, vagy tánc. És akkor csak abban fejezünk ki, minden érzés a testen keresztül fejeződik ki, tilos dumálni. És hogy milyen az, amikor valakit el lehet utasítani. Hogy hányféle mozdulat van, és a testtel hányféleképp lehet kifejezni, hogy nem, ez nekem sok, ezt nem akarom, félek tőled, vagy menekülök, ez nem esik jól nekem, köszönöm, ezt nem kérem. Lehet tiltakozni, lezárni, óvni. Szóval egy csoport hallatlan jó teret tud adni. Látjátok, itt vagyok, tudom én 20 éve csoportozom. Mindenféle csoportok. És hogy itt 43 évesen is lelkesedek nektek, mint egy hülye gyerek. Micsoda nagy dolog ez. Na. Arról nem is beszélve, ezt már csak úgy mellékesen, hogy megtapasztalni azt, hogy másoknak is vannak érzései. És mások én felém fejezik ki az érzéseiket. És nem szavakkal, mert az mindig félre lehet érteni. Hogy micsoda zseniális dolog, valaki elfordul. És tudod, hogy ezt értem ezt a nyelvet. Hogy kiölti rám a nyelvét, ezt is értem. Hogy valaki megsimítja az arcomat, ezt is értem. Hogy micsoda, nem ragozom, mikor lesz a következő alkalom?
Szóval. Na, három papírt is képes vagyok összekeverni. Ötös pont. Ötödik helyen mi fontos azoknak, akik odaadták magukat egy csoportnak? A csoport tudatja velem, hogy milyen benyomást keltek benne, vagy bennük. Tehát a benyomásaikat el tudják mondani rólam. Azokat a benyomásaikat, amelyekről magunk sose gondolnánk, hogy ilyen benyomást keltünk másokban. Ülök egy csoportban. Ez egy másfajta csoport, ez egy olyan nem pszichó, hanem spiritó csoport, ilyen spirituális cucc. És ülök, és van egy megosztás, és valaki mondja, hogy jaj, hogy én, és akkor mond egy olyan számomra, hogy én hallom egy olyan nagyon kegyes szöveget. Egy olyan kegyes szöveget. Ezt el tudjátok képzelni. És aztán én visszajelzek, és azt mondom, hát ez tényleg jó volt, meg minden, de hát tudod, mikor én hallom, hogy te elkezded mondani ezt a számomra kegyesen hangzó szöveget, nekem rögtön ezer kérdésem lesz, hogy te hiszel ebben? Milyen a te istened? Vagy milyen a ti viszonyotok? Hogy te ebben vagy otthon? Hogy hát én ebben az istenben biztos nem tudok hinni. Mondom ilyen kedvesen. És akkor az illető azt mondja a csoport végén, hogy igen, igen, nagyon jó volt ez az alkalom, de Feri, mondanék neked valamit. Tudod, amikor te elmondtad, hogy te benned milyen érzéseket és gondolatokat keltett az, hogy én nagy, ahogy én mondtam a magam hitét, erre egy képet tudok neked mondani. Én a szívemből elővettem a kincseimet, és betettem ide középre. Te pedig belerúgtál. Ez egy nagyon szép visszajelzés. Nagyon köszönöm neki. Megtanuljuk kifejezni magunkat, de utána rögtön megtanuljuk azt, hogy ez valakiben és másokban milyen érzéseket, benyomásokat kelt. És ezt visszakapjuk. És se én nem bántottam őt, csak elmondtam, hogy én engem ez elkezd dühíteni, és kételkedésre vezet, és ő meg elmondta, hogy ő pedig ez nagyon szomorítja. És nagyon bántja, és fölmerül benne, hogy legközelebb betegye a kincseit a középre, vagy ne. Ebből értek. Tehát, hogy ki tudom fejezni magam, de közben visszajelzést kapok, hogy milyen benyomást keltek másokban. Ezt, ha odaadjuk magunkat egy csoportnak, nagyon jól meg lehet tanulni, és el lehet sajátítani. Anélkül, hogy belefulladnánk abba, hogy vádaskodunk, hogy támadunk, védekezünk, kritizálunk, okoskodunk a végtelenségig, miközben ilyen egyszerű dolgok vannak. Hogy engem ez bosszant, nekem meg fáj. Engem ez elbizonytalanít, engem meg szomorúvá tesz. Hogy nem, de ezekkel a közlésekkel tudunk mit kezdeni. Ez tovább tudja vinni az életet. Egyébként meg, hát... Csak magunkat igazoljuk a végtelenségig. Hatos pont. Ha odaadom magam a csoportnak, az segít nekem abban, hogy kifejezzem másokkal kapcsolatos pozitív vagy negatív érzéseimet. Ugye volt egy nagyon hasonló pont, az arról szólt, hogy a saját érzéseimet egyáltalán ki tudom fejezni. Itt azonban ez egy mélyebb réteg, hogy ki tudom fejezni, rád vonatkoztatva, hogy mit érzek. Ó, azért ebben van egy konfliktus is, egy konfrontáció is, hogy azt mondom, veled kapcsolatban ezt érzem, vagy azt érzem. Mikor a csoportozás elején voltam, akkor például a sérültségeimből adódóan, ugye a picúr, én például nem szívesen mondtam másokról jót. Képzeljétek el, így volt. Ott ültem 20 évesen, vagy 23 évesen, vagy 26 évesen, és úgy éreztem, hogy egy csoportban azt kéne valakinek mondani, hogy te olyan jót mondtál, hogy ez teljesen föllelkesített, és nem tudom, hogy az olyan, mintha én akkor kevesebb lennék.
Annyira benne voltam ebbe a rivalitás, önvédelem, kicsi vagyok, másokhoz viszonyítom magam, másokhoz képest akarok valaki lenni. Ebben voltam. Ugye a sport erre szocializált. És hogy a csoportban hogyan lehetett elsajátítani azt, de sok évembe került, hogy ne essen nehezemre egy másik valakinek azt mondani, hogy amit teszel, az rám olyan fölszabadítóan hat, hogy annyira jó, hogy itt vagy ebben a csoportban. És hogy egyéb dolgokat ki lehessen fejezni anélkül, hogy most már azt gondoljam, hogy attól, hogy nagyszerű embereket látok, és ezt ki is mondom, ki, hogy utána azzal tudok élni. Nem leszek kevesebb, nem kell zavarba jönnöm, és a többi. Ez volt az ötös, hatos. Mondok egy negatív példát is, hogy lássátok, hogy megint még a csoportozásnak nem is annyira az eleje volt, ez már közepe. Ültünk egy csoportban, és volt ott egy csoporttag, akitől én meg tudtam volna bolondulni. De ráadásul nem csak tőle bolondultam meg, hanem hogy az volt a tapasztalatom róla, hogy annyira értetlen, annyira lassú, annyira, és én ettől, és akkor a csoportvezetők, hát ő is csoporttag volt, és akkor mondjuk foglalkoztak vele egy órát. Első 5 percet bírtam. 10 perc, 20 perc, fél óra. És hogy fél óra körül, hogy az ez nem igaz, hogy mit keresek itt. Hogy ezt kell hallgatnom, hogy annyi fontosabb dolgom is lenne, mint hogy ezt viseljem el. Hogy itt bénázik, hát mit bénázik már ennyit, értse már meg. És akkor ugye, hát nyilván egy éves csoport volt, tehát egy év alatt legalább 3-szor átéltem azt, hogy a csoportvezetők akkor mind vele foglalkoztak, és én a harmadiknál azt gondoltam, hogy megbolondulok. Hogy mindenhol szeretnék lenni, csak ezt a nyüglődést nem akarom hallani, hogy itt szerencsétlenkedik, és na és mi történt? Negyedik alkalom, és megint ő került elő, és a csoportvezetők nagyon kedvesek, meg minden, hogy hát akkor ők most segítenek neki, mert ő is csoporttag, és nem baj, hogy lassú, és nem baj, hogy értetlen, és nehéz fölfogású, és traumatizált, és elakadt, semmivel se ér kevesebbet, mint bárki más, beleértve engem is. Na és én fölpattantam, és azt mondtam, hogy ha most nekem megint órákon keresztül végig kell élnem azt, amit már 3-szor végigéltem, én megőrülök ettől. Mondtam ilyen kedvesen, és elég szabadon kifejezve a saját érzéseimet. Nagyon rutinos osztrák csoportvezető volt. Kicsit se jött zavarba. Ült, így összerakva a lába. Barna cipő volt rajta, most is emlékszem. És azt mondja, hogy jó, Feri, értettük, hogy te nagyon dühös vagy, és ez ingerültét, ezt fölfogtuk, akkor mit csináljunk? Ezt a piszokságot. És hát ugye ez az egyetlen kérdés, ő elismerte, hogy én ezt érzem. Nem mondta, ilyet nem lehet csinálni, te akarsz itt segítőzni, meg mi vagy te, állítólag pap, és akkor itt ordibálsz, meg ki vagy akadva, meg nézzél magadba, meg nem adunk diplomát, meg nem volt semmilyen. Egyszer azt mondta, rendben, Feri, értettük, mit? Egészség. Na hát azért ez bosszantó, Miklós, itt katarzis előszobájába trüsszöksz. Egészségedre. Ugye egy csoportban lehet trüsszögni. És jön a lélek kifelé. Szóval... Elgondolkodtam ott, lepergett magam előtt az életem, hogy kéne ebből a rehetetlen hülye helyzetből jól kijönni. Rájöttem, hogy nem lehet belőle jól kijönni. Már úgy, hogy úgy ösztönösen szeretnék. És akkor hát elmondtam, hogy nem, jó, hát csináljátok. Hát. És akkor szünet,
nem rögtön, tehát jó, akkor szünet, nem így volt, tehát akkor hogy foglalkozott, szünet, visszamentem, én lehiggadtam, lenyugodtam, és akkor odaálltam, odafordultam a csoportak felé, és mondtam, bocsáss meg nekem, nagyon sajnálom a kirohanásomat, nagyon. De ennek az egész folyamatnak a tanulsága az az, hogy egy csoportban megtanultam azt, hogy ki lehet fejezni, amit érzek, mások is megtanulták azt, hogy ki lehet fejezni azt, amit ez bennük kelt, vissza tudnak jelezni, ez rám hatást gyakorolhat, majd megint szabadon kifejezhetem azt, amit ez bennem keltett. És hogy így a bocsánatkérésem, az kicsit sem alázott engem meg, nem kellett úgy gondolnom, hogy jaj, jó, megszégyenültem, na, milyen hülye vagyok, hogy ezt bemondtam, hanem elmélyítette ezt az örömömet, hogy de jó, hogy vannak olyan közegek, ahol lehet ezt is mondani, aztán meg lehet hallani valamit, aztán megint lehet valamit mondani, és az egész természetesen zajlik. Ez volt a hatos. Legalább látjátok, milyen nehéz velem egy csoportban lenni. Csoportvezetőként szoktam magamat moderálni. Na. Hetes pont. Ismerjem föl, hogy mindegy, hogy milyen útmutatást és támogatást kapok másoktól, mert végső soron én vagyok felelős azért, hogyan élem az életem. Tehát egy csoport segít engem abban, hogy a csoport tagok sokféle visszajelzést adnak, néha egyes emberek talán még valami útmutatásra is bátorkodnak, és közben nem azt tanulom meg, hogy végre valaki megmondja, hogy kell élni, hanem hogy felelősséget vállaljak magamért. Ebben ez nagyon szép. Épp azon gondolkodtam, ezen ötleteltem, hogy milyen sokszor jön hozzám valaki, és azt mondja, Feri atya, adjon nekem egy receptet. És szívem szerint azt mondanám, menj egy csoportba. És ott rájössz majd, hogy a recepttel semmire sem ész. Egyrészt talán, mert nincsenek is, ha meg vannak, nem jó neked. Éppen, hogy egyik se. Azért, mert recept. És egy csoportban milyen jól meg lehet tanulni azt, hogy felelősséget vállalok magamért. Nagyon jól meg lehet tanulni. Mondanám itt a történetet. Egyszer egy saját... Aha. Valami jó hír. Egyszer egy... egy olyan csoportban voltam, ahol aztán valami diplomát is kaptam utána. Igen ám, de én a csoportban nem a kezdetek kezdetétől voltam, mert a különböző már előtte való képzettségeimet beszámították. Ezért én a csoportba később érkeztem, mint a többiek. Ennek, ezt nem is most akarom mondani, rájöttem. Tényleg rájöttem. Légy szíves, őrizzétek meg a történetnek ezt az első felét. Mert a saját felelősségről akartam, de ugyanebben a csoportban volt, és elkezdtem a másikat mondani. Tehát ebben a csoportban történt az is, ez a bevezetője volt, hogy egy nehéz élethelyzetet hoztam oda, és három dolog világlott ki. A csoport segítségével három dolog derült ki, hogy három dolgot kellene volna érdemes csinálnom. Az egyik, többet kellene úsznom. Milyen kedvesen nevetsz ezen. Tehát többet kellene úsznom, ez sokat javítana az életminőségemen. Második, kellene beszélnem a püspök atyával. A harmadik, elmehetnék pszichoterápiára. Ugye ez az alma körte szilva, tehát ez a három jött ki, és megkérdeztem a csoportot, hogy ti mit gondoltok, hogy én nekem melyik lenne igazán. És akkor a csoport egyöntetűen két dologra mutatott. Hát azt mondta, hogy hát Feri, neked úsznod kéne, meg elmenni a püspök atyához. A dolgok rendbe jönnének. És én pedig elmentem pszichoterápiára. Mert
miközben ők ezt nagyon mondták, és én átgondoltam, és akármit, és nagyon megértettem, hogy ők miért mondják, és rájöttem, hogy nekem akkor se erre van szükségem. És akkor a pszichoanalízis után lementem pszichoterápiára, és rájöttem, hogy nem úszásra volt szükségem, meg nem a püspökatyával beszélni. És hogy bármelyiket tettem volna úgy előre, az éppen csak a felszínt simogatta volna. És lehet, hogy egy év múlva megint ültem volna egy csoportba, és akkor most ott lett volna, hogy többet futok, beszélgetek-e a plébános atyával, vagy elmegyek pszichoterápiára. És akkor, jaj, de hülye vagyok, hogy... Szóval ez arról szól, hogy a csoport nagyon kedvesen, nagyon segítőkészen segített nekem három utat mutatni, és végül azt választottam, amiről azt gondoltam, hogy jó nekem. És ezzel a döntéssel nagyon jól jártam, és most nagyon él bennem eleven ez az élmény, hogy milyen nagy dolog kapni a csoporttól útmutatást, és aztán szabadon dönteni. A 9-es, 8, igazatok van, nagyon köszönöm a segítséget, tanuljak meg rátalálni a többiekre. Hogy egy csoport remek jó lehetőséget nyújt arra, hogy rátaláljunk másokra. Amikor megint csak a kezdetek kezdetén jártam, akkor tudjátok, úgy működtem, azért mondom ezeket, hogy lássátok, hogy ti ennél sokkal jobb pozícióból kezdtek. Én úgy kezdtem, hogy ültem ott 20 évesen, vagy 20 akárhány a csoportban, és azt mondtam, hogy az első alkalom után, hogy a megnyilatkozások, na van három jó fej, azokkal majd jóba leszek, a többi hülye. Ez azért béna, Istenem, na ez minek van itt? Én így kezdtem. Így, ahogy mondom. Azt kiszúrtam három jó fejt, és akkor azokkal majd jól el leszünk, ezeket meg valahogy kibírjuk, hát jó van, ők is lehetnek. Ez 20 évvel ezelőtt. Én innen kezdtem. És hogy hát 20 év alatt te jó ég, hogy mondjuk 2 éves, 3 éves csoportok, és akkor egyszer csak rájönni, hogy micsoda nagyszerű valaki az, aki elsőre antipatikus volt. Ú, de jó fej, és de jó, hogy ott van, és hogy a 3. évben valakire rátalálni, vagy rácsodálkozni. Ezért azóta már hála Istennek kinőttem ezt, hogy bemegyek egy csoportba, és azt vizslatom, hogy ki jó fej, meg ki nem. Meg ki szimpatikus, meg ki nem. Meg kivel ugyan. Igen, ez volt a 8-as, 9-es. Ez egy hosszú mondat, de elmondom, aztán majd rövidítitek. Megérthetem, ha mások kínos dolgokról beszélnek, és más kockázatot vállalnak a csoportban, és hasznuk származik belőle. Ez nekem is segít, hogy én is így tegyek. Nagyon egyszerűen, a csoportban alkalmam nyílik annak a tapasztalatára, hogy szégyenletes dolgokat, kínos dolgokat, ciki dolgokat be lehet hozni, hogy van olyan csoportok, akinek erre van bátorsága, és hogy ez neki javára válik. Mert kigyógyul a szégyenéből, mert elfogadást él meg, mert azt tapasztalja meg, hogy ami az ő nagy cikije, azzal még hárman ugyanígy vannak, és a többi. És hogy ez hogyan tud bennünket bátorítani. A példám erre az, a életem első pszichodráma csoportja, kis tojáshéjat vittem mindig magammal a fenekemen, és akkor egy nagy játék, és ugye most nagyon egyszerűen mondom, jelenetről jelenetre megyünk, és általában az a jó jelenet, ami úgy rögtön beugrik. Nem kell 20-szor átgondolni, hogy jaj, most ez nem, most valamiről valami eszembe jutott, megyünk arra, most valami fontos dolog van. És én nekem az édesanyámmal való kapcsolatommal volt a játék, és egyszer csak eszembe jutott az, hogy amikor édesanyám beteg volt, és bekerült egy hétre kórházba, én akkor voltam 17 éves, és nem látogattam meg. És ott állt a csoportvezető, ott álltam én, és akkor kérdezte, hogy na Feri, mi jutott eszedbe az előző történetről? És akkor így pergett a film, hogy nekem bizony az jutott eszembe, hogy az anyukám kórházban van, és én nem látogatom meg egy hétig.
Nekem ez jutott erről eszembe. És ott tiprottam, hogy keressek egy gyorsan egy másik jelenetet. Gyorsan, mi a második jelenet, ami eszembe jut? Ez nagyon gáz. Egy ilyen, hogy hálátlan szeretettem az édesanyjával. Ezt hogy? Hogy? De akkor arra gondoltam, hogy ha ez jutott eszembe, ez jutott eszembe. Ha ezt tettem, akkor ezt tettem. Legalább kiderül, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És akkor fölállítottuk a jelenetet, anyukám a kórházba, én a szobámba, és hogy mit gondolok, és miért nem indulok előtt meglátogatni. És ebből aztán egy nagyon-nagyon fontos valami kerekedett ki, az, ahogyan képes voltam a haldokló édesanyámtól elbúcsúzni. De hogyha ezt a ciki jelenetet nem vállalom, akkor talán a legmélyebbről fakadó együttérzésem meg szeretettem az édesanyám iránt, aki egyébként akkor haldoklott, talán sosem támad föl bennem. Valójában ez egy kulcsjelenet volt, amit csak később értettem meg. Mert mikor ott álltam, akkor azt gondoltam, ez egy rettenetesen ciki jelenet, hogy az édesanyám kórházban van, én meg nem látogatom meg. Valójában a legfontosabb jelenet volt azért, mert az édesanyám haldoklott, és én el akartam tőle búcsúzni. De nagyon tehetetlennek éreztem magam, hogy ezt hogyan is tudnám megtenni. Tehát valami, ami szégyent keltett és cikinek tűnt, és ezt nem hozom be, az döntően hatott arra, hogy az anyukámtól el tudtam búcsúzni, ott a csoportban, a csoport segítségével, utána ténylegesen oda tudtam ülni sokszor a halálos ágyához, és ott is tudtunk egymással, és az életemet ez döntően befolyásolta. És ha ki akarom sarkítani, azon a döntésen múlott ez, hogy ott és akkor azt mondtam, ha ciki, ha nem ciki, így volt, és behozom. Miközben a jelentését, a jelentőségét nem láttam, csak azt, hogy mit fognak ezután szólni a többiek? Hát ezt gondoltam. Mert tudjátok, azért az úgy szokott lenni, hogy vagyunk egy csoportban, és mi szokott általában elől lenni? Hát az, hogy hogy bántottak minket, hogy milyen nehéz az élettörténetünk, hogy hogy szúrtak ki velünk, hogy hogy vagyunk szerencsétlenek, és a többi, ugye? És akkor mindig könnyen vagyunk együttérzők. De én arra gondoltam, hogy itt mindenki az anyukámmal fog azonosulni. Az egész csoport azt mondja, Feri, menj a fenébe, nem mentél be az anyukádhoz. De hogy nem ez történt. Tízes pont. Bízzak jobban a csoportban és az emberekben. Tehát amit megtanít nekünk egy csoport, vagy amiben segít, ha odaadjuk magunkat neki, hogy tudunk jobban bízni a csoportban és az emberekben. És itt volt az a történet, amit elkezdtem abban a csoportban, ahol papírosért mentek a dolgok, és nem az elejétől kezdve voltam ott, hanem valahol becsatlakoztam, mert hogy már volt előtte bizonyos képzettségem. De mi történt a csoportban? De nyilván a csoporttagok nagyon csúnyán néztek rám. Azt mondták, ó, micsoda protekciós. Ó, mit végiggyűrtük a csoportot, fizettük a nagy lóvékat, ez meg csak itt belibeg a közepén. Ugye, és nagyon csúnyán néztek rám, érthető módon. És bennem persze ez akkor nem volt tudatos, de azt kérte a csoportvezető Feri, az lenne jó, hogyha bemutatkoznál. Mutasd be magadat a csoportnak. Csoport ült, az egy, na, protekciós, na, mutat, mit tud ez, olyan, és hát azért ezt érzékeltem, hogy csúnyán néznek rá. Minden esetre gondoltam, hát akkor bemutatom magam, három jelenetet mutattam meg, és a középső jelenet az a jelenet volt, amikor 7 évesen bepisiltem, amiről minden évben meg szoktam emlékezni. Hát más a házassági évfordulójára emlékszik vissza, én akkor 7 évesen a Keravil előtt a jakobinusok terén bepisilek, én erre szoktam visszaemlékezni. És tehát ott eljátszottam ezt a jelenetet, monodramatikusan, hogy ott állok, és bepisilek, és mi történik, és hogy. És
Ugye az volt a feladat, hogy mutassam be magam. És lement ez, lement az egész csoport. A csoportban mindenki megkapta maga kis papírkáját, gyönyörű szép pecsétekkel. A csoportvezető a legvégén a következőt mondja: Feri, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy téged a csoport elfogadott, az a jelenet kellett. Ha te idejössz azzal, hogy te csak a felében csatlakozol, mert neked ilyen meg olyan papírjaid vannak, és te ott elkezdesz nagyképüsködni, véged lett volna. De azzal, hogy te megmutattad magadot éppen bepisilve, 7 évesen, 7 iskolás voltam, ó, a csoport azt mondta, jó van, hát ez is olyan nyomorult, mint mi. Jöhet! Elfogadjuk. Ugye ezt arra hoztam példának, hogy egy csoport nagyon nagy segítséget nyújthat abban, hogy bízzunk másokban, megmutathassunk magunkból valamit, amire azt gondolhatjuk, hogy mások azt mondják majd, hogy ciki, és hogy a bizalmunk erősödjék másokban. Na, ez lett volna a 10-es pont, és pont idő van, ugye? 9:30 vagyunk. Ez a 10 pont. A következő alkalommal lépnék tovább, és most már nem 10 fontos mondat sorrendbe szedve ráadásul, hanem a 10 nagy csoportot szeretném nektek elmondani, amiből ez a néhány mondat fakadt. Tehát az egyes ember hogyan profitál abból, ha odaadja magát egy csoportnak, közösségnek és a többi. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Ennyit tudtam máma.